Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma folytatni fogjuk a családi kapcsolatoknak a tisztítását, úgyhogy előre szólok, hogy ez a mai feladat sem lesz könnyű. Ez immáron a 15. feladat, és címe az édesanyával való kapcsolat. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember az érzékenyen reagál, hogyha az édesanyjáról esik szó. Ezért arra kérlek, hogyha teheted, akkor most tölts egy kis időt egyedül, vagy ha ma nem érsz rá, akkor halaszd el egy-két nappal ezt a gyakorlatot, hogy legyen időd odafigyelni saját magadra, hogy ez megfelelőek legyenek a körülmények, hogy egy kicsit el tudj lazulni. Hiszen gondolj csak bele, hogy a te életed. Az az édesanyáddal kezdődött. Rajta keresztül érkeztél meg ebbe a világba. Úgyhogy kétség kívül minden embernek a legfontosabb kapcsolata az mindenképpen az édesanyával való kapcsolat. Akkor is, hogyha aztán nem ismerted őt, akkor is, hogyha idő előtt elment vagy elhagyott téged. De ő volt az a kapu, amin keresztül te a fizikai létbe. Megérkezhettél. És teljesen mindegy, hogy hogy alakult az életed, azt gondolom, hogy minden ember hálával tartozik az édesanyja felé. Úgyhogy arra kérlek, hogy ha van egy kis időd magadra, akkor gyújts egy gyertyát, esetleg egy füstölőt, lazulj el, és figyelj befelé. És arra kérlek, hogy gondolatban hívd be az édesanyádat akkor is csináld meg ezt a gyakorlatot, hogyha már mondjuk régóta nincsen kapcsolatod vele. Akkor is, ha már esetleg nem él, vagy elhagyott téged. Még akkor is, hogyha nem tudod, hogy ő kicsoda. Ha valakit nem a vérszerinti szülei neveltek fel őt, arra kérem, hogy csinálja meg a gyakorlatokat a biológiai szülőkkel, aztán később azokkal is, akik felnevelték őt. Ahhoz, hogy boldogulja párkapcsolataidban, és meg tud élni az érzelmeket, hogy be tud fogadni a szeretetet, ahhoz rendkívül fontos, hogy elfogad az édesanyádat. hogy befogad azt a töltést, amit tőle kapsz, hogy rendbeted a női oldaladat, hogy ha nőként elutasítod őt, akkor megtagadod magadban a női részt. Az ilyen hölgyek általában túl férfiassá válnak, állandóan kézben akarják tartani a dolgokat, és nehezen boldogulnak a kapcsolataikban. Nagyon sokszor nőgyógyászati problémákkal küzdenek. Hogyha férfiként utasítod el az édesanyádat, és megtagadod magadban a női oldalt, akkor valószínűleg nehezen tudod tisztelni a hölgyeket. De előfordulhat az is, hogy a kapcsolataidban anyukát keresel, aki gondoskodik rólad. Hát azt, tapasztalat, azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor tisztában sem vagyunk azzal, hogy ez az elutasítás, ez bennünk is él. Ez nem azt jelenti, hogy nem szereted az édesanyádat, hanem a lelkednek egy része tiltakozik, mert valamikor Olyat tett, tehát olyan tapasztalaton mentél keresztül, ami előtte bezártad a szívedet. Lehet, hogy te úgy élted meg, hogy sokat bántott, hogy kritizált téged. Elképzelhető, hogy mikor gyermek voltál, az édesanyád állandóan szenvedett, és egy ideig túl együttérző voltál, majd elkezdtél rá haragudni a mártír szerepe miatt, és nem akartad többet szenvedni, látni, mert ez fájt neked, és te is szenvedtél. És így tovább. Úgyhogy arra kérlek, hogy idézd fel most gondolatban az édesanyádat, vagy végelő elő egy róla készült képet, teljesen mindegy, és hagyd, hogy a benned élő gyermek megnyilvánulhasson. Vajon mi az, ami elsőként eszedbe jut? Engedj fel most magadban minden sérelmet, minden fájdalmat, ami olyan régóta kíséri az életedet. Tudod, hogy szabad haragudni, szabad mérgelődni. Engedd meg, hogy fájjon, amit olyan mélyre elástál. Engedj fel mindent. Gondolatban szólítsd meg őt, és mond neki, hogy drága édesanyám, köszönöm, hogy itt vagy most velem, hogy eljöttél ma hozzám. Szeretnék veled valami fontosat megbeszélni. És mondd el neki, kérlek, a saját szavaiddal, ami eszedbe jut. Mindent adj ki magadból, amit sosem mertél elmondani. Vagy amire nem volt lehetőséged. És ott emészt belül téged ez a sok-sok érzés meg gondolat. Mert talán sosem adtad ki magadból. Mondd el neki, hogy anyukám, annyira fájt, amikor kisgyermekként szenvedni láttalak. Szerettem volna segíteni rajtad. Olyan sokszor féltem. Annyira akartam segíteni neked. Hajlandó lettem volna átvállalni minden fájdalmadat, hogy ne lássalak szenvedni. Mert te voltál nekem a biztonság. Anyukám, annyira fájt, hogy nem tudtalak megmenteni téged. A kisgyermek, aki voltam, úgy érezte, hogy kudarcot vallott. És azóta is hordozom magamban a te szenvedés tudatodat. Felelősnek éreztem magam a boldogságodért. Vagy talán sokszor azt gondoltam, hogy én vagyok az oka, a rossz házasságodnak, a sok veszekedésnek. Azt éreztem, hogy miattam kell szenvedned. Ilyenkor élni sem volt kedvem. Vagy mondd el, hogy anyukám, annyira fájt, amikor nem álltál ki mellettem, amikor nem védtél meg, amikor elhagytál, itt hagytál, amikor elmentél. És semmi másra nem vágytam, mint hogy feltétel nélkül engem. Mondd el, hogy annyira szerettem volna, hogy több időd, vagy több energiád legyen rám, anyukám. Azt szerettem volna, hogy büszke légy rám, a gyermekedre. Ezeket csak példának mondom. Lehet, hogy nem mindennel tudsz azonosulni. De mondd el neki, ami ott nyomja a szívedet. Nem baj, ha sokáig tart. Hagyd kivérezni a szívedet. És talán látni fogod a lelki szemeiddel, hogy ez neki is mennyire fáj. És hogyha kiadtad magadból minden sérelmedet, akkor mondd el neki, kérlek, hogy drága anyukám, Azért vagyok most itt, hogy köszönetet mondjak neked. Te hoztál a világra, és tudom, hogy milyen sokat szenvedtél értem. Anyukám, köszönöm neked az életemet. Tudom, hogy sokszor voltam veled elégedetlen, hiszen mindig jobb életet akartam, több szeretetet akartam. Azt akartam, hogy teljes az apukám, boldogok. Legyetek együtt, hogy egy boldog család legyünk. Azt akartam, hogy csak rám figyeljetek, mindketten, hogy fontos legyek. De anyukám, ma már tudom, hogy te mindent megadtál nekem, amit csak tudtál. Tudom, hogy neked sem volt több. Köszönöm neked. Nem hibáztatlak az életem alakulásáért. Tudom, hogy ami közted és édesapám között történt, az nem az én hibám. Én csak egy kisgyermek vagyok, nekem semmi közöm ehhez. Majd arra kérlek, hogy gondolatban fogd meg az anyukád kezét, és mondd neki, hogy anyukám bármi is történt a múltban, megbocsátok neked. És arra kérlek, hogy te is bocsáss meg magadnak. Anyukám, engedd meg, hogy újra a gyermeked legyek. Érezni akarom, hogy bízhatok benned. Érezni akarom, hogy támaszkodhatok rád. Vegyél egy jó mély lélegzetet, és jó erősen fújd ki a levegőt. Érezni fogod, ahogy áramlik köztetek a szeretet, és most végre be is fogadod. Fel fogsz töltődni, hidd el. Közben újra tudatosítsd magadban, hogy ő csak azt adhatta neked, amit a családjától kapott, amit otthonról hozott. És talán ez így volt megírva, ami történt, annak így kellett lennie. Fogadd el. Hát, hogyha elég bátor vagy, és komolyak a szándékaid, és a lehetőségeid megengedik, akkor ülj le vele személyesen, kérlek. Ez a leghatékonyabb formája az oldaudásnak. Ha őszintén beszélsz hozzá, talán őt is felszabadítod a bűntudat alól, nagyon fontos, hogy most már ne vádold. Elmondhatod a sérelmeidet, de tedd hozzá, hogy ma már tudod, hogy mindennek így kellett lennie. Hiszen mindketten ezt választottátok, mindketten a beleegyezéseteket adtátok. És általa lehetsz az, aki már lettél, és ezt köszönöd szépen. Nagyon fontos, hogy érezze az elfogadást, hogy bármi is történt a múltban te ezt elfogadod, vagy pont így szereted őt. Úgyhogy én nagyon sok erőt kívánok neked ehhez a feladathoz, és rövidesen újra jelentkezem. Sziasztok!